Jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim, köszönjük szépen, hogy eljöttek a sajtótájékoztatónkra. Ma délelőtt a terrorárhártási központ is tartott egy sajtótájékoztatót. Az ott elhangzottak után nehéz az aggodalmat és az indulatokat visszatartani. Már az elmúlt napokban is sok nyugtalanító hír látott napvilágot. Megtudtuk, hogy a párizsi tömeggyilkosok, köztük Salah Abdeslam, Európa első számú közellensége, és más terroristák is a tavalyi migráns áradatot kihasználva érkeztek ide Magyarországra, és logisztikai központként használták Budapestet. De a hatóságok által közölt fejleményekből azt látjuk, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Hiszen messze nem csak 10-14 terroristáról van itt szó. A nemzetközi titkos szolgálatok becslése szerint a migránsok közé vegyülve, hamis útlevelekkel akár 4000 terrorista is Európába juthatott, és itt állomásozhat. Ez azt jelenti, hogy ha életbe lép a brüsszeli kvótacsomag, akkor ezeket a migránsnak álcázott terroristákat is szétosztanák és betelepítenék hozzánk. A Magyarországot fenyegető veszély tehát nagyobb, sokkal nagyobb, mint gondoltuk. A mostani fejlemények alapján egyértelmű, hogyha nem sikerül megakadályoznunk a brüsszeli kvótacsomagot, akkor nem csak, hogy megindul a migránsok betelepítése, hanem velük együtt ki tudja hány migránsnak álcázott, kiképzett terroristát is szétosztanának. A kényszerbetelepítés tehát a kulturális társadalmi pénzügyi problémákon túl olyan súlyos mértékű biztonsági kockázatot jelent, amit nem szabad felvállalnunk, és erre nem is kényszerítheti rá senki a magyar embereket. Mindannyian láttuk, hogy ezek a kiképzett terroristák egy gomnyomásra hidegvérrel milyen brutális tömeggyilkosságokat követnek el. Nekik minél több a halott, annál jobb. Nekik nem számít az se, hogy gyerek, nő vagy áldott állapotban lévő kismama az áldozat. Ha megindul a migránsok és köztük a terroristák betelepítése, akkor az, amit eddig csak a hírekben láttunk, hogy eddig a terrorcselekmények máshol és mással történtek, az sajnos itt velünk is megtörténhet majd. Arra kérünk mindenkit ezért, hogy ne kockáztassunk, gondoljunk saját életünkre, gyermekeink és családtagjaink biztonságára, és most vasárnap mindenki jöjjön el szavazni, és szavazzon nemmel a kötelező betelepítésre.